A Magyar Regionális Tudományi Társaság egy tudományos civil szervezet, ami a regionális tudomány körében a dolgozókat foglalja össze. A társaság aktív tagjainak száma meghaladja a 300 főt, ebből mintegy 100 fő a határon túli regionális műhelyeket képviseli. A társaság regionális alapon szerveződik, a magyarországi tudományos közösség és a határon túli magyarság érdekében összesen 14 tagozatot működtet. Az idei kétnapos vándorgyűlés a területi kutatásokban tapasztalható, sokféleképpen értelmezhető kettőséget járta körül. A regionális tudományon belül értelmezhető, különbözőképpen értelmezhető dualitások, ez nyilván lehet város és vidék dualitása, de ugyanúgy az iparosítás és a mezőgazdasági használatnak, a területhasználatnak a dualitása, illetve számos más a regionális tudomány témakörében most érdekesnek tűnő témakörnek a diszeminációjához ad teret mindig ez a vándorgyűlés. A vándorgyűlés első részében közgyűlést tartottak, ahol értékelték az előző évet, majd tagsági változások is történtek, idén ugyanis új elnököt és alelnököt választottak. A közgyűlést követően a plenáris előadások két szekcióban zajlottak. Az egyikben neves külföldi előadókat hívunk. Idén egy lengyel professzor, Mr. Gorzselák tartott előadást, azon kívül két osztrák professzor is előadást tartott, Mayer és Steiner professzorok. Azon kívül egy magyar kolléga is, Lengyel Balázs volt, aki még ebben az angol nyelvű szekcióban bemutatta a tevékenységét. Utána következik egy magyar nyelvű szekció, ahol szintén négy előadónak a munkáit, az adott évi munkáit tudjuk megismerni. A külföldi professzorok mellett neves hazai kutatók, a tagolt világ, a földrajzi és a virtuális tér, a hálózatok, a földhasználat, valamint a regionális tudomány dualitásairól tartottak előadást. A második napon 12 szekcióban folytatódott a tanácskozás több mint 100 előadó részvételével.